Laszák Zoltán a K1 magyar bajnoka nemrégiben a nemzetközi porondon is bizonyított, októberben a Harcosok klubja gálán pontozásos győzelmet aratva a Román Ángel Kárdos felett megszerezte a WFC 77,5 kg-os kategóriájának nemzetközi K1 bajnoki övét. A Sziget-Szentmiklós tökölesénél jártunk. Újabb nagy sikert ünnepelnek a Sziget-Szentmiklós tökölesénél. Az egyesület 1983-ban alakult, alapítói a két volt válogatott versenyző Nyálin István és Dr. Veres Attila voltak. Az ő irányításukkal indult meg a szakmai munka, és azóta is töretlen. Az elmúlt 32 évben edzéseiken 1000-nél is több fiatallal sikerült megszerettetniük a sportolást és a küzdősportot. Számtalan tehetséget, junior és felnőtt válogatottat nevelt ki a klub. Legismertebb a 6-szoros kickbox világbajnok Pesut Rita. Idén 7 utánpótlás és 5 felnőtt válogatott versenyzője van Gnyálin István 5 danos mesternek. Utánpótlás válogatott 3 ezüstérmet és 4 bronzérmet ért el Spanyolországban, a Európa-bajnokságon. 3 húzó ember és a emblematikus ember a Wagner Vivien, aki világbajnok és Európa-bajnok, profi fullkontakt Európa-bajnok. Mellette van egy már berobbant fiatal Elszasszer Dávid, aki 2 év óta gyakorlatilag nem vesztett mérkőzést tétmérkőzésen. A fiúk között Laszák Zoltán, aki abszolút most már az elmúlt években ott van a ring világában és nyeri az érmeket. Nem akármilyen címet nyert el októberben a K1 magyar bajnok, VB és EB bronzérmes versenyző Laszák Zoltán. A Harcosok klubja gáláján pontozásos győzelmet aratva a Román Ángel Kárdos felett megszerezte a WFC 77,5 kg-os kategóriájának nemzetközi K1 bajnoki övét. Kellőképpen rá tudtam hangolódni, és így, ahogy közeledtünk a mérkőzéshez, egyre inkább már ott voltam a ringben, és éreztem, hogy abszolút koncentrált vagyok, tehát biztos voltam magunkban. Pedig a román ellenféllel szemben nem volt könnyű dolga Zoltánnak. Ő egy nagyon rutinos K1 versenyző ebben a profi szabályrendszerben. Közel 10 centivel magasabb fiatalemberről van szó. A Zoli súlya 74-75, és ez a címmeccs 77,5 kilóban volt, tehát ebben is ő neki volt előny. Thai box háttere van, ezért egy eléggé szűk repertoára, de nagyon hatásos, racionális stílusban küzd. Azt tudtuk, hogy általában nekem a kondim meg az erőm az ellenfelemnél jobb szokott lenni, így tudtuk, hogy ez nagyon hasonló lesz, tehát arra nem építhetünk, hogy megfelelődnem, mert szívós. De technikai virtuózitással meg tudtam egy kicsit fogni és megzavarni. Abban, hogy Zoltán ilyen magabiztosnak érezte magát a mérkőzése előtt, szerepet játszott az a mérhetetlenül sok és alapos felkészülés, amit edzőjével, csapattársaival, illetve önállóan is elvégzett a címmeccs előtti hónapokban. Hálóképességi meg erőfejlesztések vagy gyors erőfejlesztéseket ő már önállóan csinálja kiegészítésképpen, és nagyon komolyan inkább a technika csiszolásra helyezem a hangsúlyt, az utó és rugóerőre. És a már említett alapos technikai felkészüléshez edzőjével Kárdos számtalan mérkőzését kielemezték, és minden rájellemző technikára több megoldással készültek. Egy nagyon jellegzetes küzdő stílusa van, tehát egy nagyon erős, állóképes és képzett ebbe a szabályrendszerbe, képzett főleg a térdes frontális rugásokat tekintve. És megnéztük sok mérkőzését, hogy mi jellemző rá, hogyan küzd végig, mi a mentalitása. Leelemeztük. A címmeccset megelőző hetekben az egyesület másik nagy tehetsége, Elszasszer Dávid gyakorlatilag Ángel Kárdossá változott az edzéseken, és így készültek Zoltánnal. A szokott technikáit, amit ő szokott nagyon sokat csinálni a meccsein, azt próbáltam én eladni a Zolinak, és ezért is nehezíteni a dolgát. Azokat ismételgettem, azokat kontrázta a Zoli. Az összes támadásra elsősorban ezek a térdek, a frontális rugások voltak, a hátsó kezes csapot, tehát orrogütés. Rengeteg megoldást vettünk az elején, aztán egy-két megoldásra szűkítettük, amik úgy jól működnek. Saját támadásokat is nagy ismétlésszámmal gyakoroltunk, és nekem van egy alaptaktikám, amit tovább erősítettünk. Ez a sok frontális rugás, nagyobb technikai virtuózítás, mint ami megszokott ebbe a K1-ben.
például, és ezt tudtuk, hogy ez őt zavarni fogja, nincs hozzászokva, kevesen harcolnak így. Ez a szép cím most plusz erőt ad az egész csapatnak a további felkészüléshez, hiszen Zoltán csapattársaival, Elszaszer Dáviddal és Wagner Viviennel a novemberi dublini kickbox világbajnokságra készülnek, és mindannyian éremmel jönnének haza.